Hát azt gondolhatnánk, hogy a zenészek, mivel legtöbbször este zenélnek, nem tartoznak a korán kelő emberek közé. Erre cáfol most rá Dolly és bandája, a Dolly Plus már reggel 7 órától próbál, és ha minden igaz, Csehi Andrást is bevonta a produkcióba. Jó reggel, de mindezek előtt, mielőtt átadjuk a szót, egy kis dallal készültük, mert hogy van nekünk egy születésnapunk. Na jó reggelt kívánok! Boldog szüli napot, boldog szüli napot! Nem hallja! És hát mit mondtam? Hát itt van egy gyönyörű hölgy, akik zenélnek velük. Jó reggelt kívánok! Szevasztok! Dolikám, okay. Erre van a próba, a zenekari próba, úgyhogy érkeztem, mert meghallgatásra jöttem. Hallgattátok, gyere Tomikám, nagyon jó volt, oké. Okay. Hát igen, mi most itt nagyon készülünk. Azt tudjuk elmondani, hogy holnap lesz a Bakelit Fesztivál a Zenebutikon, és a banda már arra készül, és reggel 7 órakor, hát hihetetlen. Nézd le, alaposan föl akarunk készülni rá, nyilvánvalóan, hát ezért most itt reggel 7 órára ide jöttünk, és most nyomjuk, rendesen. És úgyhogy... hogy jönnek ki ezek, micsoda buli? Hát ezek úgy jönnek ki, hogy kicsit rákészülök, és akkor megoldom. Egyébként a repertoárnál mire ügyeltetek? Hát nyilván az ismert dalok, azok mindenféleképpen. Hát az meg az, hogy a Tominak ezek a dalok mennyire fekszenek? Nagyon, nagyon. És azt már büszkén elmondhatom, hogy volt már bulink, nem is egy, és hát amikor bemutattam, és ő előállt az egyik notájával, 5 perces vastaps volt utána. Úgyhogy ezek után mit mondjak még? És lánybugyik is repültek a színpadra esetleg? Nem, azért nem volt ennyire vészes, bár azért egy-két szikrázó tekintet, vagy ilyen csillogó tekintetet láttam, de tényleg ezek nagyon jó számok, és én nagyon szeretem őket, úgyhogy könnyű énekelni ilyen szempontból. Hallhatnánk egy kicsit, jó. Egyébként ebből a gyönyörű felvételből, hát ez egyik kedvencem, ugye Neon reklám hívogat a Tiroliból, hallatszik a zene. Nem a Tivoliból hallatszik a zene. Tudod, hogy mindig Neon csak... Neon reklám ez... hallatszik a Tivoliból, hallatszik a zene. Na ezt akartam én mondani, lelőttön a poén. Hogy ensemble ez hogy szól egyébként a fiúkkal, mennyire vagy megelégedve egy korán reggel? Isteni társaság, tényleg jó zenészek és nagyon jó szó. Gyerekek, akkor... Igen, nyomjunk belőle egy picit. Nyomjunk egy kicsit, reggel, jó? Gyerekek, induljunk, akkor Tomikám menjél föl, én meg innen figyelek. Jó, és én is beszálltok, ugye? Beszállhat, hogy ne? Hova rakjam a gitáromat, tudod? Várjál, csak megfogom. Nem. Micsoda buli? És akkor legközelebb mikor lesz fellépés egyébként, Dolly? Legközelebb nem olyan sokára, sportcsarnokokba megyünk. Május 1-én Budapesten lesz egy nagy élő bulink. Kispesten azt hiszem. De egyébként el tudod képzelni ezt, hogy reggel valaki szűrcsölgeti a kávéját, és azt látja, hogy 8:45-kor a Dolly zenél. Hát ennél jobb dolgot szerintem ilyen jó dalokra érdemes felébredni, nem? Sa-la-la-la-la-la. Sa-la-la-la-la-la. Csös ruhádat, az leszám a feltűnő. Ha mindenki lássa, hogy velem van, ez a szép, mint a bombadő. Micsoda buli, micsoda buli. Rendben van, itt az összes akkor? Köszönjük, fiú! Nem akarják abba hagyni. Hát figyelj, a próba az úgy, hogy már nem mondjuk abba. Szóval visszatérve egy picit a... Oké, álljunk meg gyerekek, álljunk meg. A produkciókra is. Igen? Hogy ezek azért örökző slágerek, és hát ez bármikor hozzányúlsz, ez tuti siker, igaz? Hát igen. Hála Istennek, én is azt tapasztalom, hogy imádják. Ez már valahogy benne van az emberekben. Tudják a szöveget. Boldogan éneklelik az egészet. Hát szóval isteni. És mindig egy kicsit most ugye egy picit újra van az egész azért megcsinálva. Úgyhogy hát újra hangszereltük az egészet, az egész műsort. A másik az, hogy nem playbackről, ne élőben nyomjátok. Nehogy is playbackről. Isten ments. Hát tudunk énekelni, úgyhogy. És a fiúk is tudnak énekelni. És egy olyan poénnal fogunk előállni nem sokára. Gyorsan lelőjük a poén. Nem, azt még nem lőjük le, de megígérem, hogy nálatok lesz először bemutatva.
Szuper, alig várjuk már. Én nem tudom, hogy mennyi időnk van, még fogalmam nincsen, szerintem elhaléltak ott bent, hogy ilyen gyönyörű a hangunk. Na, ugye. Úgyhogy én szerintem nyomjunk még egy kört ebből a micsoda buli. Ja, 2 percünk van, köszönöm szépen. Úgyhogy mi nagyon kényelmesen beszélgetettük arról, szuper, hogy már említettük azt, hogy Tomi beilleszkedett a bandába. Igen. Tomi, gyere lesz 1 perc múlva visszamehetsz énekelni. Ja. Hogy neked, Tomi, ez milyen érzés volt? Hát ezen nőttél föl te is, igaz, ezeken a slágereken? Igen, igen. Úgyhogy, hát megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, de ez egy pozitív irányú meglepetés volt, amikor ez a telefon nekem megcsörrent, hogy mi lenne, hogyha itt a Dollival együtt közösen tudnánk egy ilyen produkcióba részleni. Hát én nagyon megtisztelő, és nagyon remélem, hogy meg tudom tanulni majd azokat a kis nüansznyi fogásokat, amik ezt annyira jó produkcióvá teszik, és annyira jó érzés is ezt énekelni, hogy ezt átadni a közönségnek. Ez egy olyan dolog, amit azért fontos megtanulni. Mm. És Dulli, és ez a jampiság, ez egyébként van valami a külsőn kívül valami belső tulajdonság is a jampiknak? Ez egy életérzés, tudod? Én elég jampi vagyok ezzel a izével, pulóverrel? Nem az öltözködés, az embernek az életérzése, a viselkedés, az, hogy jó buli, az, hogy hülyeskedünk, az, hogy figyelj, de elindulunk a busszal például, megyünk egy fellépésre, végig röhögjük az egészet. Közben Tomit megkérjük, hogy pattanja fel a színpadra, mert 1/2 percünk van. Ja, igen, jól van. Tehát azért mondd ezt, hogy elindultok a busszal, ott tartottunk, bocsánat. Elindulunk a busszal, és végig énekeljük az egészet, röhögcsélünk, sztorizgatunk. Tehát egy ilyen bandázás, hogy mondjam, egy jó értelemben vett bandázás, tudod, amikor mindenki jól érzi magát, és annyira jó együtt, és annyira szeléted, elszáll a 200-300 kilométer. Nem is tudjuk. Dolikám, elszállt ez a néhány másodperc, vagy néhány perc, úgyhogy nyomassunk a kedves nézőknek egy kis talpal alatt reggelire, hogy a kávé szűrcsölgetés mellé, és alig várjuk, hogy holnap lássunk titeket a Bakeret Fesztiválon, jó? Köszönöm, nagyon édesek vagyok. Holnap mi is nagyon várjuk, mert látni fogjuk végre. Micsoda buli? Micsoda buli. Laci, nem egy kicsit emelt ki a gitár. Persze, emelt ki Laci, kám a gitár.